Ezek a felvételek a Szakma Sztár Fesztiválon készültek Budapesten, ahol az országos szakmai versenyek döntőit tartották. Ezen a nagyszabású eseményen vettek részt a Paksi Energetikai Technikum és Kollégium diákjai is, akik az elődöntők után itt mutatták be a szakmájuk iránti rátermettségüket. Az idei tanévben a megszokottnál is eredményesebben szerepeltek a fiatalok, ugyanis a 4 döntős diák kimagasló versenyeredménnyel tért haza. Az esemény idén első alkalommal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésével, immáron az agrárszakmák versenyeivel együtt valósult meg. Így Párkányi Bálint a környezetvédelmi technikus szakákban tehette próbára magát. Nálunk csak 2 mehettek versenyezni az osztályból, és nálunk a munkaközösség a Keresztes Esztert és engem választott. Elődöntőben a Gödöllői Egyetemen indulhattunk, 24-en, abból írásbeli 81%-kal első helyen jutottam tovább, és Szombathelyen a legjobb 15, most kivételesen 16-an voltunk, akik versenyeztek. 2 napból állt a döntő, az első napon a gyakorlat volt, Szombathelyen a Vasi Víz Kft. Szennyvíztelepén, és a másik gyakorlat pedig a laboratóriumi gyakorlat az ELTE laboratóriumában volt, és utána rákövetkező nap volt a szóbeli, és már délután eredményhirdetés is volt, és hát 79%-os összeredménnyel sikerült zárnom az évet, és első helyre kerültem. Már így, amikor ide jelentkeztem, akkor érdekelt a szak és az iskola felszereltsége, ez a mai napig amúgy lenyűgözött, és igazából a felkészülésemben a tanárok is nagyon segítettek, naprakész információik voltak és tananyaguk, és külön feladatokat is kaptam így a verseny előttre, úgyhogy teljesen elégedett vagyok. Nagy Gergő elektronikai technikus szakon tanul a Paksi ESZI-ben, az országos versenyen szintén az első helyezést hozhatta el. Először hallottam a tanáimtól, hogy van ez a verseny, minden évben megrendezik, és idén is indul, és jelentkeztünk rá, ajánlottak jelentkezzünk, és elindultunk rajta, készültünk nagyon sokáig, otthon, iskolában, mindenhol, és első forduló volt az írásbeli forduló Szekszárdon, ott egy feladatot kell kidölteni, amit aztán be kell adni, és később jött az eredménye, és azután jött a területi előválogató, ahol már gyakorlati feladatot kellett megoldani, és ott még többen voltunk, ahol később idejött, hogy én tovább jutottam, 2 társam nem, illetve utána jött a döntő, ahol ugye szakosztály fesztiválon sok szakma köré és között az én szakamban is verseny indult, és akkor elmentem, ahol első helyezett lettem végül, és ott is gyakorlati feladatok voltak. Gergő szakmai felkészülését a tanárai mindvégig segítették. Természetesen én is javasoltam neki, nem csak ő neki, ugye itten az előválogatóban több is szerepeltek. Azt azért meg kell jegyeznem, hogy a Gergőnek a felkészítését azért rajtam kívül még több tanár is mentorálta. Itt köszönöm mindenkinek a munkáját. Hát ebben az előválogatóban Gergő volt a legjobb. Nekünk már benne van ez az oktatásunkban is, hogy úgy készítünk fel egy tanulót már a mindennapi oktatásban, hogy itt versenyeken kell majd részt venni. És ezek alapján válogatjuk ki a tanulókat is, hogy majd ki fog ebben részt venni, ugye, a legjobbak között. Tehát nem arra koncentrálunk, hogy mostan akár az OSTV-re gyorsan felkészüljünk, hanem már én azt tudom mondani, hogy az oktatásunk is ilyen szemléletben folyik. Első helyezést érte, szívből gratulálunk neki. Trapp Enikő is elismerésben részesült. Ő az irodai titkár szakákban hozta el az első helyezést. A tanáraink szóltak, hogy lesz ez a verseny, és elindulhattunk rajta, az osztályból 9-en
elindultunk rajta. Az első fordulóban volt az írásbeli, onnan öten az osztályból tovább jutottunk az előválogatóra, majd onnan én jutottam tovább a döntőbe. A döntőben gyakorlati feladatok voltak, gépelni kellett, gyors írás volt, jegyzőkönyv készítés és prezentáció készítés, amit elő is kellett adnunk. Az országos szakmai tanulmányi versenyben hosszú éveken keresztül nem szerepelt a palettán ügyviteli szakmából megmérettetés. Idén azonban harmadik alkalommal mérhették össze tudásukat ebben a szakágban a diákok. A mostani az azt gondoljuk, hogy minden álmainkat és minden elképzeléseinket felülmúlt, hiszen az ötödéves osztályból, tehát akik 13. évfolyamon tanulják ezt a szakképesítést, ott 11 fő tanul egyébként, ebből a 11 főből 9-en indultak ezen az OSTV versenyen, a megyében csak ebből az iskolából indultak diákok, és mind a 9-nek egyébként az írásbeli vizsgatevékenységük sikerült, tehát ez azt jelenti, hogy mind az A, mind a B vizsga részből nem kell nekik OK és írásbeli vizsgát tenni, ebből megvan az ötösük. Ugye itt a feltétel az volt egyébként a versenyszabályzat szerint, hogy minden egyes vizsgatevékenységben minimum 60%-os teljesítményt el kell érni ahhoz, hogy egyáltalán tovább juthasson, illetve nyilván a rangsor alapján a százalékok függvényében, illetve ahhoz, hogy egyáltalán felmentést kaphasson a vizsgatárgy alól majd. Nálunk a legjobb az eredmények alapján az Enikő volt, és a döntő a Számalk iskolában volt, és ez a döntő pedig nem csak a, tehát itt volt igazándiból a gépírás tudás mérve, itt volt a gyorsírás tudás mérve, és ezek meg rendezvényszervezés, az kapcsolódók is feladat is volt még, és innen kerültek be hárman, tehát rajta kívül két kislány a Szombathelyről, és így kerültek be a szakmasztár nagy döntőjébe, ami szintén Pesten a Számaknál volt megrendezve, és ennek az eredményét ott a helyszínen tudtuk meg. Tehát ennek az eredményét mi nem tudtuk, tehát ott izgultunk, hogy milyen helyezést fog az Enikő elérni, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nagyon rangos versenyen ért el első helyezést, és tulajdonképpen ő egy olyan tanuló, aki... Tehát csöndesen, szorgalmasan, kitartóan, maximalizmusra törekedve, szerényen, alázattal, tehát mindent az ég a tegyvilágon megcsinált annak érdekében, hogy ilyen szép helyezést érhessen el. Az energetikai technikum és kollégium minden évben megméretteti magát az országos versenye. Az idejében még a szokásosnál is jobban sikerültek számunk ezek a versenyek, hiszen gyakorlatilag az összes itt tanulható szakmába, ágazatba bejutottak a diákjaink a döntőbe, sőt négy szakma tekintetében kiváló eredményt értek el. Ezeket ugye a riportokban lehetett hallani, ezek az eredményeket. Az országos szakmai tanulmányi verseny meg azt kell tudni, hogy nem csak az iparkamara szervezi őket, hanem különböző szakmában különböző területek felelősök vannak, itt például az agrárkamara és a pénzügyminisztérium is, és ezek a területek is nagyon szép eredményeket, első, illetve második helyezéseket hoztunk el. De természetesen nem csak a dobogósokról szeretnék dicsekedni, hanem számos diákunk a döntőben rengeteg kedvezményt kapott a vizsgát tekintetében. Nagyon sokan teljes vizsgafelmentettséget kaptak, illetve írásbeli vizsgalói felmentést is kaptak a diákjaink. Azt szeretném, az idejében tarolt az eszi ezeken a versenyeken. Ezek az eredmények is bizonyítják, hogy egy jól felszerelt iskolában a felkészült és lelkiismeretes tanároktól a jó képességű, szorgalmas diákok magas színvonalon el tudják sajátítani a szakmai tudást.